A nemzetek közötti viszonyok és a kisebbségek jogainak érvényesítése terén mindig van mit fejleszteni. Ezért is fontos, hogy az önkormányzatokban jól működjenek az illetékes tanácsok, hangsúlyozta Miladin Nesic, Topolya község polgári jogvédője, a Szerbiai Ombudsmanok Egyesületének elnöke. A mi szándékunk nem csak ezzel a témával, amelyről ez a mai konferencia szól, az pedig a nemzetek közti együttműködésről, vagy szóval a tanácsokat illetően, akik ebben foglalkoznak. Gondolom más térén is próbálunk, hogy ami akár az emberi, polgári, vagy kisebbségi jogokat illetően, hogy mindig is ilyen tanácskozásokon és konferenciákon elérjük azt, hogy egyes intézmények, szervezetek hatékonyabban dolgozzanak, és hogy minél kevesebb probléma legyen ezen a téren. A tapasztalat az, hogy a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsok nem alakultak meg elég önkormányzatban, emelte ki Sirkova Anikó, a tartományi jogvédő helyettese. Egyik kötelezettség a tartományi ombudsmannak a jövőbe az, hogy ezeket az önkormányzatokat meggyőzze arról, hogy ennek a tanácsnak a munkája igenis nagyon hasznos lehet az illető önkormányzat számára, illetve ami még fontosabb, az ott élő polgárok számára. A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó községi tanácsok az önkormányzatok döntéshozatalában is szerepet játszhatnak, amennyiben megfelelően működnek. Ez nagyon fontos az oktatás, a kultúra, a hagyománynyőrzés, a tájékoztatás, a nyelvhasználat és a gazdasági egyenrangúság területén is, hangsúlyozta Egeresi Sándor, tartományi helyi önkormányzati segédtitkár. Európa felé tartunk. Ez az európaiság azt is jelenti, hogy a Szerbiának és Vajdaságnak is alapvető érdeke az, hogy az itt élő nemzeti közösségek egyenrangúságban, egyenjogúságban éljenek. Ebben a tekintetben meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ez a kérdés ne legyen tabu téma a mindennapi életben, és nyíltan, őszintén beszéljünk mindazokról a kérdésekről, amelyek a nemzeti közösség helyzetét illeti. A szakmai találkozót a Szerbiai Ombudsmanok Egyesülete szervezte a tartományi nemzeti közösségi titkárság támogatásával.